lean, double cup. Bitch, I'm straight, homie, nuts. Smoking on booth in his Maui. Hey, yo, my broke ass niggas. What the fuck is going on? Igen, jól látjátok, Magyarország legkedveltebb videósa visszatért hozzátok a szexi külsejével. Mielőtt még belekezdenénk ebbe a videóba, azt elmondanám, hogy tudom, nem voltam, vagy sok hónapon keresztül nem voltam itt a YouTube-on. Sehol nem tettem közül, hogy miért nem voltam, és senkinek sem mondtam el, de szerintem már legtöbbeteknek már leesett, hogy mi volt az oka. Igen, jól látjátok, növesztettem a hajamat, látjátok, ennyit tudtam növeszteni ennyi hónap alatt. Szóval ez a videó arról fog szólni, hogy bemutatom nektek a leghypoltabb, a legdrágább cipőimet, amik idáig voltak nálam. Tudom, most a legtöbb már nincs nálam, mert eladtam a legtöbbet, meg elcserélgettem, meg ilyesmi, viszont az összesről, amik ilyen szép volt, meg hype volt, meg minden, arról csináltam egy közeli felvételt. Szóval amikor beszélni fogok róluk, akkor mindig be fogok ide vágni ilyen szép kis videót, ahol megtekinthetitek közelebbről a cipőket. Ja. Na jó, viszont én nem is nagyon húznám tovább a szót, szerintem kezdjünk is bele. Időrendi sorrendben fogunk menni, szóval azt fogom először bemutatni, ami legelőször volt nálam, és így haladunk tovább-tovább a legutolsóig. A legelső hypeolt cipő, amiről ma szó lesz, az nem más, mint a Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0. Erről a cipőről azt kell tudni, hogy ez volt a legelső Yeezy-m, amit valaha be tudtam szerezni, bármint ami valaha igazából volt nálam, tényleg ez volt az első Yeezy, amit tudtam így kézbe fogni, így élőben. Másrészt pedig ez volt az első Yeezy, amit be tudtam szerezni retail áron, azaz bolti áron, szóval ilyen 70 000, mármint ilyen 65 ezer forint plusz szállításért tudtam ezt megvenni. Mégpedig úgy, hogy regisztráltam a End Clothingon erre a sorsolásra, és ott igazából, ja, kisorsoltak, és utána kiküldték nekem, ja. Újabb nézőknek azért elmondanám, hogy a legelső bizáncos sorsolás, amin én kint voltam, az a Yeezy Cream White volt. Azon sajnos egyszer se sorsoltak ki, pedig ugye kettő tikettel mentem. Aztán a második sorsolás, amire mentem, az arra csak egy tikettel mentem, és ott se sorsoltak ki. Ez a Yeezy Zebrának volt ugye a második dropja, és ott se sorsoltak ki. És valahogy egyszerűen tökre szomorú voltam már komolyan, hogy mindig tékelem az elleket. És már kezdtem volna föladni, és azt mondani, hogy jó van, többet nem foglalkozok ezzel az egésszel, de utána jött ez a Beluga 2.0, és regisztráltam rá a End Clothingon, ugye, és tökre nem is vártam, hogy kihúznak, mert egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy kihúznak. És végül érdekes sztori, úgy volt ez az egész, hogy egy hétvégi nap volt, azt hiszem szombaton sorsolták ki őket, és én így aludtam kb. Délig, nem tudom, itt aludtam az ágyamba, és arra ébredtem, hogy kaptam egy e-mailt, hogy hú, kihúztak, yeah! Szóval olyan tökre meglepődtem igazából, hogy végre kisorsoltak, végre van egy Yeezy-m. Amúgy 42-es méret volt, pont az én méretem, viszont nem tartottam meg, egyrészt mert nem akartam magamnak Yeezy-t venni, mert most nem érzem úgy, hogy nekem szükségem van egy Yeezy-re, valamint ugye bolti áron tudtam megvenni, szóval egy csomót tudtam rajta profitálni, hogyha eladom. Viszont azt még tudnotok kell, hogy ugye ez a Beluga 2.0, ebből gyártottak a legeslegtöbbet, szóval itt kezdett így meghalni a hype a Yeezy körül, és ugye emiatt így kezdett leesni a ára a Yeezy-nek, tényleg így lényegesen kezdett leesni. És ja, be voltam szarra meg minden, hogy tényleg ne menjen már még jobban le az ára, mert akkor már komolyan nem lesz rajta semmi nyereségem. Szóval kihirdettem ugye a Facebook csoportokba eladni ilyen 120 ezer körül, azt hiszem úgy kezdtem el, és utána írt valaki, hogy el akarja cserélni a ő cipőjét az enyémre. Úgyhogy még ráfizetek neki egy kicsit, és ez a cipő lesz a következő, amiről beszélni fogunk. Viszont itt a Beluga 2.0-ról szerintem így ennyit, szerintem ez így elég infó volt, és ja, most következzen a következő cipő a listában. A következő hypeolt cipő nem más, mint a Yeezy Boost 750. Ugye, mint mondtam az előbb, ezt a cipőt úgy sikerült beszereznem, hogy elcseréltem a Beluga 2.0-ámat erre, plusz még ráfizettem erre, hogy mert ugye nem ugyanabba a árkategóriába voltak, de szerintem még így is jól jártam. Viszont ugye elmentem, így elcseréltem, és utána hazajöttem, és így rájöttem, hogy basszus. Lehet, hogy ez nem is az, hogy veszíteni fogok rajta, hanem hogy lehet, hogy nem is ér többet, mint a Beluga. Szóval nem is kellett volna nagyon így ráfizetnem.
Na mindegy, igazából így megvolt egy darabig ez a cipő nálam, és így nézegettem, és amúgy tök jó volt, mert az is pont a én méretemben volt. Ja, azt még elfelejtettem mondani, hogy amúgy ez egy használt cipő volt. Hol is tartottam? Ja igen, hogy amúgy így hordtam egy-két napig, és utána igazából ennyi is volt, mert tényleg nagyon szép állapotban volt ez a cipő. És ahogy így vártam pár hetet, teltek, múltak hetek, így 2-3 hét eltelt, voltak rá jelentkezők külföldről is, meg itthon is, de semmelyik ajánlatot nem éreztem úgy, hogy ezt így, ha elfogadnám, akkor ez nekem is pont jó lenne. Szóval vártam vele, és utána végre jött egy normális ajánlat, ráadásul Magyarországról, szóval pont jó nekem. És ez az ajánlat nem másról szólt, mint még egy cserélről, szóval ezt a cipőt is tovább cseréltem egy másik cipőre. Szia, Jackie! Betántorkott Jackie. Na menjék ki a picsába! Ja, igen, szóval kaptam egy ajánlatot Magyarországról, hogy egy srác elcserélni az ő cipőjét az én cipőmre, és még rá is fizetne valamennyit. Csak akkor én úgy gondoltam, hogy jaj, ez egy tök jó ajánlat. És szóval meg is csináltuk a dealt, elmentem, elcseréltem, minden pacek volt. És ja, ennyit is igazából a 750-ről, következő cipő a listában. Na és a következő sneaker a Hypod cipőim listáján nem más, mint a... Pharrell Williams Human Race NMD Trail. Yes. Na ja, szóval ez lenne a következő alanyunk. A 750-et erre trédeltem el, és ez most szerencsére éppen nálam van, szóval meg is tudom mutatni nektek így videóban, így kézből, hogy hogy is néz ki. És ez nem más, mint a Sunglow, ja igen, Sunglow Colorway, azaz Sunglow szín. Ugye ez a zöld vagy türkiz színű cipő, pont úgy néz ki, mint a asztalam, úgy figyeld. Itt a másik, ja, szóval. Most egy rövid információt mondjak ezekről a cipőről. Fogalmam sincs, hogy mikor release-elt, azt hiszem tavaly november körül, azt hiszem. És van ugye ez a szín, ez a Sunglow, van belőle a Oreo, meg van még kettő másik szín, az egyik ilyen narancs szín, a másik meg valami fogalmam sincs. Ja igen, ez a... mondjad már mi a neve. Ami úgy néz ki, mintha egy nagymama varta volna. Hogy a faszomba hívják? 2 hours later. Nem, az meg. Na mindenki, kiteszem ide az összeset, hogy melyiket milyen neve, minden. Na ugye, ahogy látjátok, ez nem egy Yeezy. Ez most nem egy Yeezy, ez most egy Human Race. Amúgy ez egy body új pár, szóval még nem volt használva, tök király, minden perfect, clean, very nice. Olvastam ezekről véleményeket a neten, és ilyen megosztó vélemények vannak azért, mert ugye ezért azért egy kicsit ilyen merészebb cipő, nem mindenkinek való így kimenni vele utcára, meg ilyetnek, ugye itt ilyen sárga, fehér, fekete, zöld, szóval ilyen nagyon, nagyon színes. Szóval arra kérnélek meg titeket, hogy írjátok le a véleményeteket, hogy mi a véleményetek erről a cipőről, hogy ti ezt hordanátok, ingyen akár hordanátok, vagy tetszik nektek, vagy nem. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, szóval írjátok le kommentben. Személy szerint nekem nagyon tetszenek amúgy, tényleg, hogyha egy normális ruhát összetudsz, ilyen ruházatot összetudsz hozzárakni, akkor tényleg nagyon jól tudnak kinézni így lábon. Viszont amit így észrevettem, ahogy így megkaptam, hogy rohadt nehéz, érted? Mert ugye a NMD-k, főleg a ilyen city sokkok, azok elég könnyűek magukba véve, mert ugye igazából csak egy szokni rá van téve egy boots talpra. Viszont itt ugye, ahogy láthatjátok, ilyen recés talpa van, ilyen nagyon ilyen ipari talpa van. Persze ez nem egy hátrány, csak figyelembe kell venni, mielőtt megvennétek a cipőt, hogy ez azért nem egy ilyen pehelykönnyű cipő lesz. Ahogy láthatjátok, a dobozán 44-es méret, szóval ha valakinek kell, akkor hit me up, dude, hit me up. Amit még találunk a dobozba, az két foodshopos matrica, mert ugye az foodshopból lett rendelve, és itt a foodshopos számla is. Szóval igazából más nagyon nem tudok elmondani ezekről a cipőkről, még az, hogy azt írja rajta amúgy, hogy Cloudy Moon, Mood, Moon, Clouds, Moon. Szóval igazából sok minden nem tudok elmondani ezekről a cipőkről, mert ez az első, hogy van nekem egy pár egyáltalán human része, nem csak trail, hanem ugye az előzőkből sem volt, ez az első human részem. Szóval, ja, szerintem át is térhetünk a következő cipőre. És a remek kis listánkon a következő cipő nem más, mint a Yeezy 350 V2 Blue Tint. Amúgy nem tudom, hogy miért karatézok végig a videóba a kezeimmel, de ezt meg kell szoknotok, yeah! Na igen, ez most már a harmadik Yeezy a listán, viszont ehhez a cipőhöz egy elég fura eset tartozik. Szóval ez a történet úgy játszódott le, hogy láttam, hogy ugye a Beluga 2.0-ából kurva sokat gyártottak le, tényleg nagyon sokat, és előre láthatólag ez volt
várható a Blue Teamre is. Szóval gondoltam, megvan a budget, akkor jelentkezek kettőre is. Mi van, hogyha két párat is be tudok szerezni a Blue Teamből? Szóval felmentem a Google-re, megnéztem, milyen oldalakon release-el, és találtam egy oldalt, ahol listába le van írva az összes lehetséges oldal, ahol be lehet szerezni azt a Yeezy-t. És ugye nekem van kettő bankkártyám, és az összes oldalon kétszer regisztráltam, két különböző jelentkezést adtam le minden egyes oldalon. És úgy feküdtem le, hogy jó van, akkor reggel fölkelek, és tele lesz az e-mailem, mert mindegyiken nyertem. Hát ez nem így volt. Fölkeltem és néztem az e-mailjeimet, és egyetlen egyszer sem nyertem, sehol, tényleg sehol nem nyertem. Pedig sokkal több jelentkezést adtam le, mint az előző cipőnél. És ja, így kétségbe estem, hogy bazd meg, de akkor egy loser vagyok, és ja, így szomorúan éltem egy-két napig. És utána ugye van nekem a Instagram oldalam, amit be kéne, hogy kövessetek. Tényleg, be kéne, hogy kövessetek, de ez az alap. Most már tényleg mindenki követi, akkor ne ti legyetek a kivételek, akik nem követik. Ja, szóval ott tartottam, hogy vártam szomorúan, nagy szomorúságon egy-két napot, és így ültem, és így néztem ki a fejemből, és utána láttam, hogy valaki írt az oldalamra, hogy ő odaadná az ő saját Blue Tintjét, amit a Bizánc boltból nyert. Mennyiért is valami? Ja igen, annyiért, amennyiért a Bizáncba lehetett megvenni, szóval ilyen 94 ezerért. Szerintem még aznap találkoztam is a sráccal, és megvettem tőle 94 ezerért ezt a Blue Tintet. És utána fölmentem a Facebook csoportokban, és néztem, hogy milyen rohadt sokan árulják ezt. És még olyan posztot is találtam, ahol azt írták, hogy a Bizánc boltba túl kevesen mentek el, és még maradt a boltba, és akárki el tudta vinni 94 ezer forintért ezt a cipőt. És akkor így kétségbe estem megint, hogy basszus, hát itt van nekem az a cipő, és akkor most nem fogom tudni eladni még bolti áron se. És akkor kihirdettem csoportokban, és végül sikerült eladnom egy elég jó profittal, tényleg sikerült eladnom azt a cipőt. És ami a legmeglepőbb, hogy mindez két napig tartott, ja nem három. Szóval megvettem a cipőt az egyik napon, másik napon kihirdettem, és a harmadikon már el is adtam. Bro, nálam ez már csak én, érted? Na és ja, igazából röviden jól jártam ezzel a üzlettel. Viszont most már szerintem ennyi lenne a Yeezy-ből, nem csak a Blue Tintből, hanem a összesből. Szóval most már következzen valami egy kicsit egyedi cipő, amit lehet, hogy talán páran még nem is ismertek. Szóval jöjjön a következő cipő. És a listánk következő hype-ol cipője nem más, mint a Ralph Simmons Oswego 2 vagy 3. Fogalmam sincs, mert már elfelejtettem. Most egy kicsit csalok amúgy, mert ezt a cipőt még régebben szereztem be, mint az első Yeezy-met, ami volt. Szóval ezt kb. Valami november körül szereztem be, azt hiszem. Hogy egy rövid információt adjak nektek erről a cipőről. Ez egy ilyen designer cipő, ami így elég felkapott lett szerintem most már külföldön, és így néha ti is láthatjátok akár ilyen rap videókban, hogy így ezt hordják a nagy menő rappere. De sőt, még egy külön rap szám is van, nem pont erről a cipőről, hanem a Ralph Simmonsról. És erről is ugyanúgy megoszló vélemények vannak, mint a Human részről. Van egy nagy része az embereknek, akik azt mondják, hogy hú, ez nagyon szarul néz ki. És van egy nagy része az embereknek, akik azt mondják, hogy hú, fire emoji B. Saját véleményem szerint ez egy nagyon-nagyon menő cipő, tényleg nagyon király szerintem, főleg lábon. Képeken nem is néz ki annyira jól, de így lábon tényleg nagyon-nagyon-nagyon szép szerintem. Viszont hogy egy kicsit átérjek most már a sztoriára, ezt úgy sikerült nekem beszereznem, hogy reggel fölkeltem, és így elkezdtem böngészni a Facebookot, tehát tökre random, semmi szándékom nem volt, hogy cipőt vegyek. És megláttam, hogy egy csávó kitette ezt a cipőt 35 ezer forintért egy ilyen Facebookos eladós csoportban. Néztem a kommenteket, és néztem, hogy senkit nem érdekel. Tényleg én leszek az első, aki lecsap erre az ajánlatra? És írtam a Palinak egy üzenetet, hogy még elérhető? Tényleg minden így, oké? És azt írta, hogy igen, még elérhető. És ja, itt tökre meg voltam lepődve, hogy mi a franc, ez tök jó ajánlat, meg minden. Szóval leszerveztem vele egy találkozót, megvettem még aznap, ahogy megláttam, aznap megvettem, ha jól emlékszem. És kihirdettem egy külföldi eladós csoportba, és rá egy hétre meg is vették valami tényleg nagy mennyiségű profitért. Azt hiszem valami 66 ezer forintért vette meg egy valami román csávó szállítással együtt. És ja, ezen is tudtam keresni egy jó pár forintot ahhoz képest, hogy ez nem is egy Yeezy. Ez csak egy designer cipő. Már nem csak, de ez érték, azért nem akkora nagy a hype-ja, mint egy Yeezy-nek. És ezzel a cipővel is zárnám a listát, viszont még hoztam nektek egy plusz egyet, hogy legyen egy plusz egy cipő, amit így bemutathatok, és nem nagyon fog róla beszélni, igazából csak bemutatom nektek, mert ez is egy elég hype-olt cipő, viszont nem nagyon sokan ismerik, sőt, biztos vagyok benne, hogy kb. A nézőknek legalább a 95%-a nem fogja ismerni ezt a cipőt, és ez nem más, mint a
Alexander Wang Run Clean. Csak hogy mégis legyen egy rövid kis sztori erről a cipőről. Ezt a cipőt karácsonyra kaptam. Elvileg úgy volt, hogy rendelek magamnak egy Alexander Wang Run cipőt. Azt írták, hogy ekkor fog megjönni, és végül úgy volt utána, hogy jóval karácsony után fog megjönni. Ezért úgy döntöttem, hogy ezt lemondom, mindegy, visszaküldöm, mikor majd megjön, inkább veszek egy másik cipőt akkor karácsonyra. És felmentem egy Facebook csoportba nézelődni, hogy hát találok valami jót, és tényleg fölmentem, és megtaláltam azt a cipőt, amit tényleg nagyon tetszett nekem. Ez nem más, mint a, ugye, amit mondtam, az Alexander Run Clean. És ez a változat nekem sokkal jobban tetszik, mint amit eredetileg rendeltem. Viszont mindenhol elfogyott, tényleg sehol nem lehet most már ilyet kapni. És hát nekem sikerült igazából, ja. Megint egy kis rövidke kis info. Alexander Wang az egy ilyen designer, kollaborált az Adidas-szal, és megalkotta ezt a sneakert. Ez egy boostos cipő. Nagyon hasonlít az előző City Sock-omra, ami amúgy még mindig megvan. Ja, ugyanúgy egy zokni cipő. Nagyon letisztult, nagyon szép, nekem nagyon tetszik. Ami még érdekes ebben, hogy kapunk hozzá egy ilyen Alexander Wang-es kis tornazsákot, vagy mi a francot, ami olyan, mint a papírból lenne, de amúgy nem papírból van, ami nagyon király. És a doboza, ahogy látjátok, fehér, ugyanúgy, mint a Off-White Nike kollaborációban, ki van fordítva a doboza. Külseje van belül, és a belseje van kívül, ahogy láthatjátok. Igen, ezt egy csoportba vettem egy magánszemélytől. Tökre nem is tudtam, hogy ez gótról lett rendelve, szóval ez biztos, hogy eredet és ilyen autentikus, ilyen gót kis levél van hozzá, szóval ez is még egy pluszban ilyen tök király dolog, és ja, igazából ennyi is lenne. Na most már tényleg elérkeztünk a lista végére, most már nincsen semmi több cipő, tényleg vége. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem ez is annyira jól fog teljesíteni, mint az előző két cipős videóm, ami ugye az egyiken most van valami 160 ezer megtekintés, másikon meg 200 valamennyi ezer megtekintés, szóval látom, hogy nagyon tetszik nektek ez a cipős dolog, ezért tervezek több ilyen kontentet csinálni nektek. És amit még itt el akartam mondani a végére, álljátok meg, ott vagytok, jó? Jól állt a hajam a videóban? Vagy több tré vagyok? Úgy is mindig szarul áll a hajam. Figyelj! Én ezt most tényleg nem úgy mondom, mint videós a nézőnek, jó? Ezt úgy mondom, mint családtag. A családtagnak. Menjetek fel Instagramra, írjátok be, hogy Pesti Plug, és kövessétek be. Rengeteg hype-ol cipő, olcsó ára. Instagram, Pesti Plug. Köszönöm a figyelmet. Amúgy ez egy tökre egy ilyen kis family friendly videó volt, esküszöm, és káromkodtam meg semmi. Ne felejtsétek el, a pia a gyerekeknek való, az igazi férfi a cracket szívnak. Sziasztok! Put a hole in a nigga like SpongeBob, Your niggas rock bottom at the bus stop, Your bitch a cum bucket, I'm at the chum bucket, that is my workshop, Bitch kiss my Squidward nose, this ain't a mistletoe, but I got her little camel to wit. She wanna fuck on me, she wanna suck on me, like Squidward blowing on his clarinet. I do not finesse no bitches, nah, no. I fuck her once and I'm dipping, yes, I'm thugging on her like Scottie Pippen, ayy, you gonna vote all the shit I'm sipping. Let's get some pussy tonight.